magyar, akinek a nevét az egész világon ismerik. Mindenki azt hiszi, hogy Puskást ismerik legtöbben. Én azt hiszem, hogy talán Kodály többen ismerik Puskást, de ezek a nagy magyarok, Kodály, Bartók, Puskás, tényleg bármilyen a világban járunk, hallottak róluk. Éppen talán 10 napja, hogy hazajöttünk Japánból, és Japánban a zeneiskolák adják a tehetségesebbnél tehetségesebb zenészeket. Ha megnézik a világ nagy szimfonikus zenekarét, a legnevesebbek biztos, hogy egy-két japán volt ő. Mert most már jönnek a kínaiak is. És képzeljétek el, mind azért, mert átvették Kodálynak a módszerét. És úgy tanítják a zenét, ahogy Kodály nekünk magyaroknak találta ki. Ráadásul Kodály, aki nem csak egy fantasztikus zeneszerző volt, hanem egy igazi nagy melegszívű magyar hazafi volt, ő úgy gondolta, hogy ebből a kis országból, Magyarországból egy olyan országot kellene csinálni, ahol mindenki boldog, ahol mindenki jól érzi magát. És ő abban a kemény időszakban, amikor itt azért a szovjet megszállás volt és elég kemény diktatúra, adott egy receptet. Politikától függetlenül azt mondta, akkor lesz Magyarország boldog, hogyha az oktatás középpontjában az emberül. Ez egészen furcsa hangzik. Miért? Igazából az emberi boldogsághoz kell az, hogy a lelkünk harmóniában legyen. Kell az, hogy ne legyünk elégedetlenek, ne legyünk idegesek, ne legyenek olyan vágyaink, amik fölöslegesek, amiket úgysem tudunk kielégíteni. Ez a legyünk harmóniában. És úgy mondta, hogy a zene ehhez járul hozzá. Ki is próbálta, képzeljétek el, akkor, amikor ő még élt, meg tudta valósítani, hogy olyan általános iskolák voltak, nem sok persze az országban, ahol az ő módszere szerint tanították a zenét. Minden nap volt énekóra, sőt, volt, amikor kettő. Mindenkinek kórusba kellett énekelni, és mindenkinek hangszert is kellett tanulni, és egy idő után zenekarba járt. Most, ha beleszámoljuk, hogy jó néhány órát töltött minden gyerek, ezek általános iskolák voltak, 8 osztályos általános iskolák, Kodály iskolák, hogy milyen sok-sok időt veszelt a zene, a drága más és időből. És kérdezett, hogy nem így volt, hanem úgy volt, hogy ebben az iskolákban levő diákok voltak országszerte a legjobbak matematikából, fizikából, történelemből, nyelvekből, és még testnevelésből is, tornából, sportból is. Ugyanis a zene úgy segített hozzá, és a képességeket úgy növelte, hogy észre se lehetett. Persze Kodály azt mondta, hogy az énekóráknak olyanoknak kell lenni, hogy a gyerek várja, és gyönyörűség legyen neki. Na most hát, ahogy Kodály meghalt, iskolákat bezárták, megszüntették ezeket az órákat. Ma már ott tartunk, hogy általános iskolában is heti egy énekóra van. Na most ez biztos nem az, amit a gyerek gyönyörűséggel vár. És akkor elhatároztuk, ennek most már 10. éve, hogy minden évben elmegyünk 50 iskolát. És így összevonva tartunk egy énekórát. Egy olyan zeneórát, aminek a lényege az, hogy miért fontos az ember életében a zene. Ti az a korosztály vagytok, hogy biztos, hogy szinte mindenkinek van már kedvenc zene. Van olyan zenekar, olyan énekes, olyan stílus, ami a szívéhez közel van. Most mi nem azért vagyunk itt, hogy egy teljesen más zenével azt mondjuk, hogy az nem jó, ez a jó, de és ez nem így van. Ez úgy van, hogyha szereted a halászlét, attól még szereted a töltött káposztát vagy a krémest. A szeretetet, az, hogy valamit szeretek, azt lehet növelni, és nem ütik ki az egyik a másikat. Na most ez az ország, ahol mi lakunk, a Kárpát-medence, ez igen-igen gazdag zenei hagyományon rendelkezik. Kodály és Bartók elkezdték gyűjteni ezeket a dallamokat 100 évvel ezelőtt, és az ő gyűjteményük tovább növekedett, és ma már 200 ezer, több mint 200 ezer dallam van felgyűjtve, mint itt a Kárpát-medencében, itt gyűjtött halott dallamokat. Ebből fogunk nektek játszani néhányat. Mi budapestiek vagyunk. Na, Budapest volt az a hely, ahol ez nem. Ott nem. A nagyvárosokban és főleg Budapesten egy teljesen más zene, inkább azt lehet mondani, hogy a nyugatról beáramló modern zenék voltak, meg operett volt, meg cigárnóta, meg komoly zene, meg jazz, minden, de ez a fajta népzene, amit Kodály népzenének
meghívott, nagyvárosokban nem. Ugyan mi, amikor diákok voltunk és elhatároztuk, hogy ezt meg szeretnénk tanulni, mi is elindultunk vidékre és faluhelyre megtalálni ezeket a zenéket. Hát, ha még eltűnik lesz, hogy hogy muzsikáltak, mert a zeneiskolában ilyeneket nem tanulhattunk. Tánczene fog szólni, erre a helyet táncolni szoktam, nagyon-nagyon sok dalban volt, csak néhányra van idő, lassú csárdás és szakora. Fogadjátok szeretettel a muzsikást! Azt, hogy minket a nyelvünkön keresztül meg fognak ismerni, azt nem várjuk.
sosem fognak tudni úgy megtanulni magyarul, hogy mondjuk tudják azt, hogy a bandukolás és a kódorgás, vagy az, hogy csámborog, válszorog, egy között mi a különbség? Hát mi tudjuk? No, a zenék ugyanúgy hozzánk tartozik, mint a nyelvünk. Azt viszont sokkal könnyebben be lehet fogadni. Ahogy meséltem az elén, vagy mondtam az elén, közelmúltban jöttünk haza Japánból, és kérdéték, találkoztam úgy egy japán csapattal, akik évek óta magyar zenét akarnak tanulni, meg magyar táncokat. Sőt, megtanulták a magyar népdalokat magyarul énekelni, teljesen oda vannak érte. A zenét, meg akik még nem is ismerik ennyire a magyar zenét, könnyű lefogadni. A zenéhez semmi más nem kell, mint a füledet és a szívedet kell kinyitni. És akkor attól, hogy valaki amerikai, hát ott még ugyanúgy szereted az a zenét, vagy angol, vagy ír. A dallamok, amiket most hallani fogtok, ugyanannyira kötődnek hozzánk, mint a nyelvünk. Tudósok bebizonyították, hogy ezek a dallamok több száz ezer, akár 2000 év óta élnek velük. A mai napig lehet ezeket a dallamokat hallani, ahol énekelnek meg. Biztos számtalan ilyen dallamok is tudtuk, csak nem tudjuk róla, hogy ezek ilyen teljesen régi dallamok. Ezek szólnak most meg egy különös furú. Furulja önmagában nem egy különös hangszer, mert az egész világon is van. Thank you.
domborzat, egy speciális domborzat, és azt szerint, hogy éppen úgy egy kicsit mélyik vagy magasíták, azt szerint jelentősen változik a hangja. Na, aztán arra gondoltak, hogy talán úgy lehetne még jobban növelni, hogy a hegedű maga is, és így is kezelték, hogy a hegedű is legyen emberszerű. Így is mondták, azt mondták, hogy itt van a feje, itt van a nyaka, itt van a teste, a lábokon, amilyen súlyokat hordozza, és van egy pici kis alkatrésze, ami nem látható kívülről, és ezen nagy mértékben múlik a hegedű hangja. Belül egy pici kis fahenger, ami ez alatt van, és átviszi a hangokat a fedőlapról a hátlapra, és így egyszerre szólalnak a hangok. Ez adja a hegedűnek azt a jellegzetes hangját. Ez a nagyon fontos része, ami nem látható, úgy hívják, hogy ez a hegedűnek a lelke. Nagyon sok munkával telik egy hegedűt elkészíteni, de a hegedülés tudománya, ahhoz is idő kell, ezért általában kiskorban el kell tanítani a hegedűstöket. Én 8 éves koromban tanultam ezt a dalt, amit most eljátszok. Érdemes rá figyelni, mert ez a dal, ez abból a csapatból, abból a csoportból származik, amely több ezer év óta kíséri a magyarságot. Gondoljátok el, milyen különös, hogy van egy dal, ami rendkívül törékeny, elszáll, elfelejtjük és nincs, és mégis egyik generáció adott a másiknak, és aztán is több ezer évig ez így megmaradt, így eljutott hozzá. Szerintem lesz, aki mindjárt fölismeri. Az már a karizába, keserű magába,
Japánban az épületeket, hogy nem törnek össze, a szemben nem megkészül el. Mindenki kiment a házból, be is mondták, hogy mindenki hagyja el, én bemaradtam, de úgy gondoltam, hogy nincs annál szebb halál, mint egy geofizikus bögrékétbe hal meg. De hál' Isten, de sajnos, nem tudom, nem jött el nagyon. A másik csoda, amit minden nap tapasztalunk, és nem tudjuk az okát, a gravitáció. Olyan természetes, hogy a Föld minket vonz, hogy két test egymást vonzza, hogy leírjuk a törvényszerűségét, de nem tudjuk, hogy mitől van. Pedig az egyik legfontosabb törvény az univerzumban, ha nem lenne gravitáció, akkor mi elrepülnénk, és a hát a Föld sem maradna együtt, meg a nap körül se kerülnénk, szóval. És nem tudunk előállítani gravitáció mentes, úgynevezett antigravitáció nincs. Hát legalábbis ennyi nem tudunk. De én megtapasztaltam az antigravitációt egy erdély lakodalomban. Mégpedig a következő történet, kezdjétek el, hogy Nászlé ott ül a asztal körül, és fogyaszt először az ételt, utána az ital. Az ital elfogyasztásának van egy pontja, amikor nótába csap át. Magyar ember a következőképpen nótázik, ezt megfigyelem, semmi a világon nincs itt. Aztán van egy mulatósabb fajta, aki még ezt is csinálja. Ezek már azért kemény dolgok, tudod így nótázni. És ül. Na hát, akkor történt meg, amikor látom, hogy az ötödik nótánál ül a násznéden az ember, és egyszer csak... fölemelkedik. Pedig nem akar. Ez az antigravitáció. És amikor már áll, hát akkor elgúnyadja magát. Azt mondja, hogy... Mari! Mari a felesége. Ugyanis az első tánc mindig az asszonyé. Aki meg azt kívánja, hogy Zsuzsi! Na, meg Zsuzsi a felesége. No, a tánc az addigi hangulatot is tovább emelte. Ezt szeretnék most búcsúzni, veletek együtt közösen létrehozni, hogy milyen egy ilyen hangulat, amikor már az antigravitáció megtörtént, és mulatnak az emberek. Ugyanis kellene tudni mulatni is. Mulatás közben, táncolás közben elkezdtek kúrjongatva, hangosan, kiabálva, ritmusokat rá kiabálni a táncnak a zenére. Úgy hívták ezt, hogy csúdogatás. Azt szeretnénk, hogy a csúdogatást közösen az búcsúzó zenére veletek együtt csináljuk, és megpróbáljuk titeket most aktivizálni, ami nagyon egyszerű, ezt semmi más nem kell csinálni, mint a idén. Én egy sort nekiabálok, azt nektek vissza kell kiáltani. Aztán a másodikat, amíg négy sornak a vége nem emlék. Figyeljük! Járd ki lábam, járd ki most! Járd ki lábam, járd ki most! Nem parancsol senki most! Nem parancsol senki most! Jobbik lábam, ilyen, ha temetésen csúlyogatnak. Lakodalomban egy piciség nagyobb bőnkedv, mint a temetésen, kívülja még. És ugye, vagy csúlyogatok, vagy nem. Hát így nem megy. Hát mit kiabálunk? Nem, parancsol senki. Mész haza. Mi volt itt ma délelőtt? Hát nem volt óra, 9 és 10 között. Jöttek valami pesti zenészek, azon fordítottuk, hogy de parancsol senki most! Ne lehet! A tanárom, ne pikk együtt! No, szóval, még egyszer akkor, hogy kicsit egy bátran van. Jöjj ki lábam, jöjj ki most! Jöjj ki lábam, jöjj ki most! Nem parancsol senki most! Thank you.
itt te ha, ha te vad. Jó? Egy szűszra, három, ég. Yeah.